Sok szeretettel köszöntöm kedves nézőinket. Önök a Kabai Városi Televízió adását látják júliusban, vagy ahogy őseink hívták, az áldás havában, immár 5-5-ször. Idei évfolyamunkban 30. alkalommal, 2017. július 30-án vasárnap, Judit és Xenia napján. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Hagyományosan augusztusban kerül megrendezésre Kaba legnagyobb kulturális és gasztronómiai eseménye, a Kabai Káposztás Napok. Az idén több kísérő rendezvény is párosul hozzá. Mai műsorunkban Szegi Emma polgármester asszony, Kaba Város Önkormányzat képviselőtestülete nevében tisztelettel meghívja önöket a 12. alkalommal megrendezendő Káposztás Napokra, valamint a nyári megyei vásárra és az egy fedél alatt családi napra, amelyet augusztus 12-én rendeznek meg. A részletes programokat plakátokon és hirdetésekben olvashatják, illetve mai műsorunkban részletesen is felolvassuk önöknek. Nézzük mai kínálatunkat! A különféle pályázatok és beruházások szempontjából egyáltalán nem tekinthető uborka szezonnak a nyári idény. Szegi Emma polgármester az aktuális fejlesztési elképzelések jelenlegi állásáról, valamint a folyamatban lévő projektek készültségi állapotáról is nyilatkozott televíziónak. Lengyel-magyar két jó barát. Aktív kapcsolat alakult ki az elmúlt években a lengyelországi testvértelepülésünk Dzsirkovice lakóival. Június elején a lengyel városka főként fiatalokból álló delegációja tett látogatást Kabán, majd a közelmúltban kabaiak látogattak el a délkelet lengyelországi községbe, elmélyítve a két nemzet hagyományainak, valamint kulturális örökségének megismerését. Irigy, Hónajmirigy, Bunyós Pityu, Gáspár Laci, és még meg annyi szórakoztató és kulturális program várja a kabaiakat az augusztus 12-én megrendezendő 12. Kabai Káposztásnap és Hajdú-Bihar megyei vásár rendezvényeire. Ha tehetik, maradjanak velünk! Kedves nézőink, mindenek előtt kérem hallgassanak meg egy közleményt, melyet a Mácsai Sándor Művelődési Ház intézmény vezetője juttatott el stábunkhoz. Tisztelt partnereink, kedves kabai lakosok! A Kabai Művelődési Házat felújítják és átalakítják, ezért az intézmény a munkálatok ideje alatt tevékenységeit és szolgáltatásait a TS iskolában végzi. A vásárok a volt Tölgyfa óvodában lesznek július 24-től a felújítás végéig. A felújítás várható időtartama 2017. augusztus 14-től jövő év, azaz 2018. május 31-ig. Az intézmény szolgáltatásai költözés miatt július 24-től augusztus 13-áig szünetelnek. Szíves megértésüket és együttműködésüket előre is köszönjük! Check this out. A különféle pályázatok és beruházások szempontjából egyáltalán nem tekinthető uborka szezonnak a nyári idény. Szegi Emma polgármester asszony az aktuális fejlesztésekről, illetve a folyamatban lévő projektek készültségi állapotáról nyilatkozott stábunknak. Minden település életében fontos szerepet játszanak a különböző beruházások, a képviselőtestület ülésein is rendre visszatérő téma ez, hiszen jelen pillanatban nagyon sok olyan pályázati kiírásban érdekelt Kaba városa, amelyeknek már volt döntése, vagy ezekben a napokban született pozitív döntés. Szegi Emma polgármester asszonnyal beszélgetünk. Mi az új hír, talán a legnagyobb projektet illetően, a zöld város beruházást illetően? Hát igazából most valóban igaz, rengeteg pályázatban vagyunk éppen benne.
Én inkább visszább mennék egy kicsit, most fejeződik be az utcáknak az aszfaltozása, amit 180 millió forintért végeztünk, amit azért kaptunk, ugye, hogy nem volt eladósodva a város. Annak éppen most a befejezéséhez érkezünk, de a úgynevezett toppos pályázatok, amiről már régen is beszéltem, hogy ez egy megyei elosztású, de nyilván uniós forrású pályázatokról beszélünk, azok meghirdetésre kerültek, már nagyon vártuk is egyébként. Ott több mindenbe pályáztunk. Hála jó Istennek azt mondhatom, hogy nagyon-nagyon sikeresen, hiszen a pályázatot beadtunk, az mindjárt is tulajdonképpen. Ez többek között a támasz szociális központhoz egy kis busznak a beszerzése, ami a betegeket fogja vinni Debrecenbe. Én úgy gondolom, hogy erre nagyon nagy szükség volt. Illetve, amit ön is említett, a nagyobb pályázat, ugye ez a zöldváros pályázat, ott egy 250 millió forintost sikerült elnyerni. Ez több részből áll, egyrészt a művelődési ház felújítása, illetve ahhoz kapcsolódóan még volt egy gazdaságfejlesztési kis rész a dobozüzembe, egy boltnak a kis kialakítása tulajdonképpen, illetve a másik nagy rész ennek a pályázatnak a főtérnek a utolsó ütemének a befejezése, ahol vásároltunk önerőből két ingatlant a régi, úgy ismerik kabán, hogy Sósferi bácsi féle telkekből, és az is beleszólva tulajdonképpen a pályázatba, a sparkká lesz kialakítva, egy ösvényes futópálya kialakítva a fiataloknak, közben pihenőként kondigépek elhelyezve, ahol tudnak kikapcsolódni. Hát én nagyon bízom benne, hogy ez egy nagyon szép pályázat lesz, ha ez befejeződik itt, illetve van egy gazdaságfejlesztési programunk, ami a dobozüzemben a régi asztalos üzemnek a teljes felújítását nyertük meg 120 millió forintos értékben. Nem titkolt célunk, hogy azt szeretnénk olyan tevékenységet ide vonzani, akár hogy egy kis üzemnek a létrehozását, ami főleg kézműves dolgokkal foglalkozik, hogy munkaerőt foglalkoztasson. Ez volt az eredeti célunk vele. Megnyertük a nagyiskolának a hőszigetelését 300 millió forintos értékben. Ott a hőszigetelés, nyilászárók, cserék megtörténhetnek tulajdonképpen. Illetve ami legújabb, örömír a régi rendőrség épületének a felújítását is megnyertük. Ott is, ott igazából alapvető célként azt határoztuk el, hogy ott a lakásokat megszüntetjük, és ott a helytörténeti gyűjtemény kapna helyet egy szép régi felújított épületben. Napsugár óvodának a belügyminisztériumos pályázatban is nyertünk forrást, tulajdonképpen az is egy megújításra kerülhet, mint egy 36 millió forint értékben, amiből 9 millió forintot vállalt önrészként az önkormányzat. Úgyhogy nagyon-nagyon sok pályázatban, hát illetve ugye ami most utolsó stádiumban van, a tornacsarnoknak a befejezése, az már igazából befejeződött a kivitelezés, most már a használatba vételi engedély beszerzése van folyamatban, és amikor az megtörténik, abban a pillanatban egy ünnepélyes átadásra kerül sor, hogy az új tanévben már a gyerekek a tornaórákon tudják használni. Legalábbis most pillanatnyilag a testület elképzelése az, hogy még ha plusz forrás kell vállalnia is az önkormányzatnak, szeretnénk saját üzemeltetésbe megtartani ezt az épületet, hiszen így lehetőség adódik arra, hogy a különböző rendezvényeknek helyet adjon, illetve segítsük a fiatalokat, a sportolást, a szabadidőben történő sportolását, úgyhogy bízunk benne, hogy ez is jól fog alakulni, de egy gyönyörűen szép kész épület van. Hát ugye, ami nagyon nagy projekt közben folyik, a vasút felújítás, és annak ugye egy jelentős része itt a Kabát érintően, ugye egyrészt a vasút vonal megújítása, de ezen felül a vasútállomásnak a felújítása és előtte lévő tér, ami úgy gondolom, hogy már nagyon-nagyon rászorul a felújításra. Rengeteg parkoló kialakítása és egyebek, úgyhogy az is egy, utána úgy gondolom, hogy egy nagyon kulturált környezet fogja várni a utazókat is. Úgyhogy nem panaszkodunk, rengeteg munkánk van. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó esőérzés, hiszen ha ezek a beruházások mind-mind kész lesznek, azért ez most már milliárdos nagyságrendű pályázatokról beszélünk, akkor megint úgy gondolom, hogy egy nagyon nagyot léphetünk előre a település fejlődésében és a településkép kialakításában.
Lengyel-magyar két jó barát, mondja a közmondás. Aktív kapcsolat alakult ki az elmúlt években a lengyelországi testvér településünk Dzsirkovice lakóival. Június elején a lengyel városka főként fiatalokból álló delegációja tett látogatást Kabán, majd a közelmúltban kabaiak látogattak el a délkelet-lengyelországi községbe, elmélyítve a két nemzet hagyományainak, valamint kulturális örökségének megismerését. Minden település életében fontosak a külső kapcsolatok, ugye Kabának voltak már korábban is partnervárosi, testvérvárosi kapcsolatai, de úgy tűnik, hogy ez a krasnyikföldi Dzsirkovice nevezetű lengyel testvértelepüléssel igazán aktív ez a kapcsolat. Ha jól tudom, akkor ezzel kapcsolatban is vannak új fejlemények, aktualitások. Igen, valóban egy rendkívül jó kapcsolat alakult ki a két település között. Olyannyira, hogy ugye a Liderbe is mi igazából közös megállapodási értünk alá már 2 évvel ezelőtt, és az is nagyon-nagyon működik az a fajta kapcsolat, úgyhogy ennek keretében is igazából most járt kint éppen egy küldöttség Kabáról Lengyelországban náluk, és abban a megtiszteltetésben volt részünk, hogy mehettek a táncosok, a szenioros táncosok mentek ki, és óriási sikerük volt Lengyelországba, tehát én úgy gondolom, hogy az mindenkinek, nekik ez egy óriási élmény volt. Thank you.
Jött egy iskolai csoport is onnan, nem régen, Hajdúszoboszlóra érkeztek eredetileg. Ők ezt egy tanulmányi versenyen elért ajándékként kapták ezt az utat, de nyilván, ha már itt voltak, akkor nem Kabárt mindenképpen meglátogatták, és eljöttek Kabára a csoport, úgyhogy itt ez egy iskolai csoport volt. Jött a polgármester úr is, és akkor egy iskolai rendezvényen vettünk itt részt Kabán, ahol a néptáncos gyermekek tartottak nekik egy bemutatót, és akkor, mint ahogy lenni szokott a gyerekek között, rendkívül hamar kialakulnak ezek a barátságok, akkor ők a lengyel gyerekek mondták, hogy jó, akkor nagy üdvrivalgás volt, hogy nyilván tetszett nekik a mi gyerekeink műsora, de nyilván mondták, hogy jó, akkor mi meg polkázunk, és akkor most ti jöttök, és akkor tessék itt nálunk is bekapcsolódni. Úgyhogy egy nagyon-nagyon jó hangulatú délelőttöt sikerült itt együtt a gyerekeknek eltölteni, és az is egyébként a célunk, hogy a gyermekeket is csereüdültetés keretében vigyük a gyerekeket oda, ők meg ide hozzánk az övéiket, hiszen én úgy gondolom, hogy ez a gyerekeknek egy óriási élmény. Nyilván, mint testvérváros is minden évben találkozunk, meghívjuk egymás településére, és ezek egy nagyon-nagyon jó hangulatú összejövetelek szoktak lenni. Thank you.
De az idei évben ugye most már azt kell mondjam, hogy én aminek nagyon örülök, hogy ismét felé lett az élesdi testvérvárosi kapcsolatunk, úgyhogy most az augusztus 12-i káposztásnapra fognak érkezni. Onnan is egy delegáció is, még a főzésben is vállalták, hogy részt vesznek, illetve a hegyi közcsatári testvérvárosi kapcsolatunk is, ahonnan a Daláda is fog érkezni augusztus 12-én, és egy remek műsorral fogja szórakoztatni a itt megjelent kedves vendégeket. Polgármester asszony is járt már korábban Zsirkovicébe. Hogyan tudná néhány mondatban bemutatni ezt a kis települést? Hogyan képzeljük el? Hát igazából többször jártam, tehát minden évben mostanában megfordulok náluk. Hát egy nagyon-nagyon vendégszerető, nagyon barátságos emberek lakják, ugyanúgy, mint nálunk egyébként, én azt gondolom. Egyébként is, tehát érezhető ez a magyar-lengyel nagyon jó kapcsolat hatása a két település között is, az emberek között is, tehát ez szinte kézzelfogható, tapintható, hogy óriási a vendégszeretet, szinte mint testvérekként fogadnak bennünket. Egyébként egy nagyon szépen, dinamikusan fejlődő település, akárcsak a miénk, én úgy gondolom, úgyhogy ebben is óriási hasonlóság van köztünk. Irigy, Hónajmirigy, Gáspár Laci, Bunyós Pityu és még meg annyi kulturális és szórakoztató program várja a kabaiakat az augusztus 12-én megrendezedő 12. kabai káposztás napokra. Az idei rendezvény a Hajdú-Bihar megyei vásárral kezdődik. Az már hagyomány Kabán, hogy az augusztus az egy különleges hónap, hiszen a nagy rendezvények tulajdonképpen ilyenkor kerülnek lebonyolításra. A káposztás napok ezúttal augusztus 12-én lesznek, de például a nyári színház előadása is augusztusban lesz megtartva. Ezzel kapcsolatban kértük a polgármester asszonyt egy kis beharangozásra, egy kis programajánlóra. Mi lesz az idei káposztás napoknak a különlegessége? Igazából azt kell mondjam, hogy ez minden évben óriási fejtörést okoz, mikor elkezdjük előzében megtervezni ezt a nagyobb rendezvényt, hiszen rengeteg fajta igényt kell kielégíteni, mert úgy gondolom, hogy mindig nagyon nagy vitákat vált ki, hiszen lehet hívni egy komoly rendezvényt, ha nincs rá érdeklődés, akkor igazából nem sok értelme van, és nagyon nehéz megtalálni arany középutat, igen, ahol ha már költünk ezekre a rendezvényekre, azért azt meg kell mondani, hogy nem olyan, tehát nyilván nem kevés pénzbe kerül egy ilyen nap megszervezése, akkor olyan előadókat hozzunk, amire van is érdeklődés, ami minél több embert meg tud mozgatni. Hát ez azért eddig sikerült is, azt kell mondjam, és megpróbáltunk az idejében is így megfelelni, úgymond. Úgyhogy több rétegből hozunk előadót, igazából a fő fellépőket, így az Irigy Hónajmirigyet, illetve Gáspár Lászlót, és hát nyilván Bunyós Pityu, mert azért a mulatós műfajt kedvelőknek is szeretnénk kedvezni, de emellett ugye azért úgy gondolom, hogy a nap főrendezvény egyrészt a megyei vásár, ami tavaly is már megrendezésre került, hiszen egy nagyon-nagyon színvonalas vásár volt a tavalyi évben. Én rendkívül módon sajnáltam, hogy nem volt elég látogató, és emiatt most délutánra tettük a vásárt is, hogy a programokon résztvevők is megtekintsék, hiszen itt kézműves kirakodásról van szó, és nagyon sok településről, az egész megyéből érkeznek hozzánk. Úgyhogy mindenképpen ez a kiállítás méltó arra, hogy itt minél többen megnézzük. És természetesen, ami minden évben elmaradt, a káposztás ételek főzése, amire már most nagyon nagy az érdeklődés, és nagyon sok csapat fog főzni. Úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy egy nagyon nagy sikerű rendezvény lesz, mint ahogy eddig is az volt minden évben. Ami nagyon-nagyon fontos, én azt gondolom, hogy szeretnék mindenkit invitálni erre a rendezvényre, mert nagyon-nagyon sok ember dolgozik azon, hogy ez a nap egy jól sikerült rendezvény legyen, és nagyon szeretném, ha minél többen vennénk rajta részt, hiszen
ezzel köszönjük meg azoknak az embereknek, akik ezért dolgoznak a munkájukat egyrészt. Hát a másik az, hogy ez egy közösségi lét igazából, ez arról kell, hogy ez a nap szóljon, és nagyon bízunk benne, hogy mindenkit, nagyon sok emberrel találkozhatunk itt a téren. Egyébként az is jellemző, hogy a más településekről is nagyon sokan ellátogatnak hozzánk, és nagy az érdeklődés ezen a napon. Remélem, hogy az idei évben is így lesz. Illetve, ami nagyon fontos, augusztus 18-án a nyári színház előadása is, hiszen ott is azt kell mondjam, hogy rengeteg energia és munka van egy-egy ilyen előadás elkészítésében, úgy a szereplők, a rendező, és mindazoknak természetesen a Színház Egyesület munkája, akik már ugye több mint fél éve azon dolgoznak, hogy ez az előadás nagyon jól sikerüljön. Ez egy fergeteges vígjáték lesz, ha jól tudom. Igen, ez a Van, aki forrón szereti című vígjáték, a valamikor a Tony Curtis féle vígjáték, valószínűleg úgy így jobban. Így van, mindenkinek ez így hamarabb beugrik, hogy miről van szó. Ez egy könnyed nyárestére, úgy gondolom egy kiváló kikapcsolódás, úgyhogy mindenkit oda is nagyon nagy szeretettel várunk. A polgármester asszony meghívása után nézzük a 12. Kabai Káposztás Napok és Megyei Vásár részletes programját. Az esemény augusztus 12-én szombaton 11 órakor kezdődik a Kabai főtéren. 11 órától már látogatható a megyei vásár egészen este 8 óráig a Szabadság téren, valamint a Rákóczi utca főtéri szakaszán. Már déltől várja az ugrálóvár és az óriás csúszda a gyerekeket, de népi játszóház körhintával is kedveskedik a kicsinyeknek. A káposztás ételek főző versenye 12 órától 17:30-ig tart a Kossuth utcán. 12 órától jó ebédhez szólanóta a szabadtéri színpadon. 13:40-től mutatkozik be a hegyközcsatári férfi dalárda. Délután 2-től egészen estig arc és henna festés várja ugyancsak a kicsinyeket. 14 órától Bunyós Pityu fogja húzni a talpalávalót a szabadtéri színpadon. Lufi hajtogató Bohóc is kedveskedik a kicsinyeknek, valamint vásári gólyalábasok. Délután 4-től 5 óráig tart az Irigy Hónaj Mirigy koncertje. 17:15-től a Kabai Mennykő Néptánc Együttes műsorát láthatják, majd 17:30-tól felrobban a cukorágyú, ami szintén a gyerekeknek okoz óriási örömet. Ezt követően a főzőverseny eredményhirdetésére kerül sor, majd 7 órától következik Gáspár Laci egészen 8 óráig, 8:30-tól pedig éjszakába hajlóan utcabál lesz a Kabai Old Boys zenekarral. 21:30-kor tűzi játék is várja a látogatókat. Az esemény fővédnöke Pajna Zoltán, a Hajdúbihar megyei közgyűlés elnöke, és Bulcsú László, a Hajdúbihar megyei közgyűlés alelnöke. Főtámogatók Kabaváros önkormányzata, az OTP Bank NRT, valamint a Bihar Sárrét Vidékfejlesztési Egyesület. Yeah.
kislánya, gondold meg magadat. Hová teszed le a leánságodat? A magyar bűti református templomba leteszed. Onnan többet soha fel nem veheted. Három levele van a lóhelyének. Három szeretője van a legénynek. A negyedikkel most megyek a templomba befele. Kivel köti be életét örökre? A negyedikkel most megyek a templomba befele. Kivel köti be életét örökre? Én kerestem a magyar bőrét.
Kedves nézőink, ennyi fért mai műsoridőnkbe. A jövő héten immár augusztusban újból várjuk Önöket a képernyő elé. Addig is várjuk különböző információikat, javaslataikat a jól megszokott és itt a képernyőn feliratozott elérhetőségeinkkel. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!